Május 8-án ismét táncosokkal telt meg a Lauber Dezső sportcsarnok küzdőtere. A Fordan Dance Studio rendezte azt az eseményt, melyen egymásnak adták a színpadot kisiskolások, középiskolások, felnőttek és még óvodások is. Pap Viktor, a Dance Studio vezetője mesélte büszkén, hogy mit érdemes tudni a tánckupáról. Ez egy visszatérő rendezvény, fél évenként rendezők, ami lényeg, hogy Fashion Street Dance Magyar Kupa, Rock and Roll és Fashion Street Dance minősítő verseny és csapatbajnokság, igazi fordanos hagyomány. Több mint 250 fiatal fog itt táncolni. Nagyjából a Fordan Dance Club második-harmadik vonala, tehát itt nincsenek benne az MTÁZ versenyzők, nincsenek azok, akik úgy azért rendszeresen járják az országot, de nagyon hangulatos, mert hogy ezekben a kategóriák, mint a Fashion Street Dance Start kategória, vagy a Rocky Start kategória, nagyon sok tanítványunk táncol, és tulajdonképpen olyan sokat nem versenyeznek, egyébe kétszer-háromszor, és ezeken a versenyeken ugye a zsűri értékeli őket, és azért mivel minősítés, tehát ezáltal arany, ezüst és bronz minősítést kapnak, tehát mindenki jól jár, tehát ez a legfontosabb. Lesznek ilyen 8 éves gyerkőcök, és egész a felnőtt kategóriákig, ahol bizony akrobatikáznak a rockisok, vagy például a Fashion Street Dance csak nagyon komoly koreográfiákat adnak elő. A táncosok akkor a leghitelesebbek, ha nem csak mozdulatokkal, hanem arckifejezéssel is megpróbálják átadni a koreográfia érzelmi világát. Ez már a 10 éves korosztálynál is elvárt. Nálam a Fashion Street Dance-et tudják elsajátítani a fiatalok, és én a 13 év fölötti korosztályra foglalkozom. Ebből a korosztályból, hogyha valaki megnézi ezt a műsort, és azt gondolja, hogy na, akkor most szeretne ő is eljönni a Fordanhoz táncolni, mi az, amit őnek át kell otthon gondolnia, hogy ritmusérzéke rendben van-e, vagy a mozgása, mit tanácsolsz? Elsősorban minden fiatalnak ajánlott, illetve ez korosztálytól és nemtől függetlenül ugye a tánc bárkinek ajánlott, és szeptembertől újra kezdő kurzusaink indulnak a Fordan Tánccentrumban, úgyhogy várunk mindenki szeretettel, aki úgy érzi, hogy szeretne táncolni, nem muszáj versenyezni, csak magát a táncot is kipróbálhatja, akár az akrobatikus rock and roll, akár a Fashion Street Dance műfajban. És természetesen jó, hogyha ritmusérzékkel rendelkezik, de ugye ezt majd természetesen az edzők, illetve az oktatók tudják megmondani, hogy milyen specifikus mozgásfejlesztése van szükség az adott egyének. Ezt a gyermek nyilván nem tudja önállóan eldönteni otthon. Az FSD nem kötődik egy konkrét stílushoz vagy műfajhoz sem. A koreográfus bármely alaplépéssort szabadon választhat. A hip-hop, jazz és funky műfajú sokoldalúságának köszönhetően a nézők izgalmas látványvilágban részesülnek. 2017 óta 5 éve táncolok Fordan-nél, Fashion Dance kategóriában ugyebár. Azért választottam ezt sportként, mert nagyon élvezem a táncot egymagamban, és régebben is, 6. koromban még annó koreografáltam táncokat, és azóta megtetszett. Nagyon sokszor vettem részt már ilyen csapatbajnokságon, de minden alkalommal egyre jobb és jobb élmény. Lehetséges, hogy összekerülsz egy sokkal jobb csapattal, míg te kisebb kategóriában vagy. Az előnye pedig, hogy tényleg ez egy nagyon jó élmény, és mindenki élvezi. A táncverseny egyik alkategóriája volt a duó és trió felállások bemutatója, amelyen egy ezüst minősítést elnyert kislány csapat tagjaitól is érdeklődtünk. Mióta táncoltok? Én 2 éve. 1,5 éve. 4 éve. A közönség előtt nem, de a kamera látványától sokkal inkább izguló lányok elmondták, hogy heti 2 alkalommal járnak próbálni, és a mindennapokban is sokat táncolnak, mozognak. Megkértük a lányokat, hogy egy szóval jellemezzék, hogy érzik magukat a versenyen. Hajrá! Pónyáné Máté Melinda készítette fel őket a megmérettetésre, aki a színpadra lépett táncosok közel felét koreografálta. Én 2012-ben végeztem el itt az oktatói képzést, Viktor és Ági által volt rá lehetőségem, és 2013. januárjában kaptam meg az első önálló csapatomat, addig asszisztens voltam mások mellett, úgyhogy én 2013. január óta foglalkozom gyerekekkel, akkor serdülőket kaptam először, 9-12 éveseket, viszont utána ősszel már a mini korosztályt is megkaphattam, akik ugye 6-8 évesek, és ugye azok, akik itt 13-ba kezdtek, ők most már nálam felnőttek, felnőtt kategóriások, jobban mondva, illetve onnan van 2 asszisztensem is most már. Melinda tehát foglalkozik az iskolába elballagni készülő ovisokkal, Kanyó Barbara pedig óvónőként terelgeti a legkisebbeket a tánc felé. 6 éves koromban kezdtem el táncolni az általános iskolába, és akkor ilyen 14 évig egyhuzamban, most 3 év kihagyás után meg újra kezdtem.
Mit ad neked a tánc azon túl, hogy egy jó sport? Igazából mindent. Az alapjaimat az egész életemben, az óvodai pályafutásom során, a ritmusérzékemet, a mozgásérzékemet, amit a gyerekeknek tudok továbbadni. Jelenleg óvodásokkal foglalkozom, mint akrobatikus rock'n'roll edző, és hát a jövőben majd kiderül, hogy fogok-e foglalkozni idősebb gyerekekkel is. Elsősorban óvónőként dolgozom, és amellett nehéz az edzői tevékenységeket elvégezni, mert hát ha 5-ig van ügyelet, utána kezdődhetnek az edzések, aztán így kevesebb a lehetőség. Én azt javaslom, hogy mindenfajta mozgás segítség lehet a gyerekeknek. Nyilván ez óvodában egy kisebb mozgás alapozásról szól, és aztán mellette a táncról már minden kisgyerek imád táncolni. Úgyhogy igazából én mindenkinek ajánlom, akinek gyerkőce van, bármilyen fajta mozgás, és a tánc meg egy alap örömöt hoz az életben. A pandémia alatt nem tudtak rendezvényeket tartani, de a járvány enyhülése óta ez már a második gála a sportcsarnokban. Pap Viktor kérdésünkre elmondta, hogy oktatói követik a Fashion Street Dance alapvetéseit, vagyis egy klip hangulatát veszik alapul, nézik az abban látható koreográfiákat, és készítenek egy jobbat. Ehhez megfelelő oktatói tudás áll rendelkezésre a több mint 30 éves tánciskolában. A klubunk 1988 óta folyamatosan működik, és ez idő alatt több 10 000 gyerkőcünk volt. 15-16 éve került be a Fashion Street Dance a repertoárba. Egyébként egy rocky klubról beszélünk, de szélesedett ez a repertoár. És igazán a legfontosabb az, hogy mindenki megtalálja a helyét ebben a klubban. Tehát aki nem vágy arra, hogy nemzetközi versenyre menjen, vagy magyar bajnokságra menjen, hanem csak egyszerűen heti kétszer egy órában szeretne mozogni, az ő részükre is van lehetőség, hogy ezeken a minősítő versenyeken itt legyen közönsége. Azt hiszem, a Laubedezső sportcsarnok még mindig impozáns, mi egy picikét azért kidekoráljuk, ahogy látjátok, és jól érzik magukat a gyerekek, a szülők, és egy olyan pozitív élménnyel térnek haza a gyerekek, ami arra ösztökeli őket, hogy érdemes ezt a sportágat, ezt a táncműfajt tovább csinálni. Legközelebb a Tánccentrum évadzáró rendezvényén láthat a közönség táncolni kicsiket és nagyokat egyaránt.